Szeretettel köszöntök mindenkit a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján, amelynek az az apropója, hogy szeretnénk végre, hogy a baloldal nyilatkozzon és válaszoljon arra a rendkívül egyszerű kérdésre, hogy támogatja-e a kényszerbetelepítést vagy sem. Hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a népszavazás bojkottja az nem válasz erre a kérdésre. Azt látjuk, hogy kevesebb, mint két hónap múlva Európában először Magyarországon népszavazás lesz a Brüsszel által tervezett kényszerbetelepítésről. A kormány által kezdeményezett népszavazás már számos akadályon van túl, de úgy látjuk, hogy a bevándorláspárti baloldal a múltban is és a jelenben is mindent elkövet annak érdekében, hogy próbálja megakadályozni ezt a népszavazást. A balliberálisok kezdettől fogva támadják a Fidesz-KDNP-t azért, mert meg akarja védeni az országot. Ha megengedik, akkor fölidézném a tavaly történteket egy pillanat erejéig. Kezdődött ugye azzal, hogy a baloldal megpróbálta a tömeges bevándorlás, az újkori népvándorlásnak, illetve a tömeges migrációnak a problémáját és a jelentőségét kicsinyíteni, sőt elhallgatni azt. Bizonyára emlékeznek Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselőasszony nyilatkozatára tavaly június 18-án, amikor is azt mondta, hogy a bevándorlás véleményük szerint nem probléma, hanem az csak egy A probléma. Aztán folytatódott azzal, hogy a Magyarország déli határán épített határzárat támadták. Itt szeretném idézni az MSZP akkori elnökét, aki akkor még Tóbiás József volt, aki azt mondta, hogy az biztos, hogy ez a 175 kilométer hosszú és 4 méter magas szögesdrót nem jó eszköz, nem jó megoldás, ezért azt elutasítjuk. Ezek után a baloldal azt állította, hogy a bevándorlás és a terrorveszély között, illetve a terrorveszély növekedése között nincs semmilyen összefüggés. Szeretné megint Tóbiás József akkori pártelnököt idézni. Kérdéses, hogy mennyire függ össze a terrorizmus veszélye a bevándorlással. A párt, mármint az MSZP ugyanis kételkedik abban, hogy a két jelenség szorosan összekapcsolódik. Ezek alapján tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy kezdettől minden olyan intézkedést támadott a baloldal, ami arról szólt, hogy megvédjük az országot a bevándorlóktól. A baloldal be akarja engedni a bevándorlókat, ezért támadta és támadja mai napig a határzárat, támadja a határvédelem megerősítését, a bevándorlási szabályok szigorítását, illetve a terrorizmus elleni akciótervet is. Azt is elutasították és támadták, hogy a kényszerbetelepítésről egyáltalán népszavazást rendelje el az országgyűlés. Majd amikor ezt nem tudták megakadályozni, akkor megtámadták a parlament döntését először a választási szerveknél, aztán a kúriánál, legvégső alkalommal pedig az Alkotmánybíróságnál is. De még ennél is tovább mentek, hiszen Szanyi Tibor azt mondta, hogy az elutasított alkotmányjogi panasza után majd az Európai Bíróságon is meg fogja támadni a népszavazást. De nem csak jogilag, hanem fizikailag is próbálják megakadályozni a népszavazást, hiszen a baloldali pártok a népszavazás bojkottjára szólították föl az embereket. Az MSZP és a DK is arra kérte a választóit, hogy ne vegyenek részt a népszavazáson. Illetve ezen felül vannak olyanok, akik olyan baloldali politikusok, akik jogszabály ellenesen fizikailag a kormánynak a plakátjainak a leragasztásával tiltakoznak, azon plakátok leragasztásával, amelyeken a bevándorlással kapcsolatos tények olvashatók. A baloldal tehát minden eszközzel meg akarja akadályozni a kényszerbetelepítést, és a népszavazást ennek oka rendkívül egyszerű, a baloldal be akarja telepíteni a bevándorlókat, és nem akarja azt, hogy a magyar emberek ebbe beleszóljanak. És engedjenek meg, hogy felemlítsek még egy bizonyítékot arra, hogy a baloldal bevándorlás párti. Az Európai Parlamentben nemrég megszavaztak két indítványt is,
az egyik az Európai Unió költségvetésének módosításáról szólt, a másik pedig a migránsok munkaerőpiaci integrációjáról szólt. Ezekben a jelentésekben egyrészt megjelent a kényszerbetelepítés, tehát a kötelező betelepítési mechanizmus, illetve az, hogy aki, amelyik tagország ezt a mechanizmust nem hajlandó elfogadni, azokat büntessék meg pénzzel, illetve a másik indítványban pedig az szerepelt, hogy a migráció költségeinek fedezése érdekében módosítsa az Európai Unió a 7 éves költségvetést, és egyébként fejlesztési forrásokat, valamint agrártámogatásokat vonjanak meg azoktól az országoknak, amelyeknek ezek a források járnak, ebbe természetesen Magyarország is beletartozna. Tehát a fentiek alapján két dolgot biztosan állíthatunk. Egyik az, hogy Brüsszel készül a kényszerbetelepítésre, másodszor pedig azt, hogy a baloldal készül ennek a végrehajtására. A baloldal ennek ellenére kerüli az egyenes beszédet, hiszen a népszavazás bojkottja az nem válasz arra a kérdésre, hogy támogatják-e Brüsszel tervét, a kényszerbetelepítést, avagy sem. Tehát szeretnénk végre megtudni erre az egyszerű kérdésre adott válaszukat, támogatják-e a kényszerbetelepítést, vagy sem.